Sziasztok! Folytatjuk a sorozatunkat, amelyben a magyar klubcsapatok Európai Kupa ellenfelét mutatjuk be röviden, és először most a Paks ellenfele következik, amely nem más, mint a Corvinu Neduára együttese. A Corvinon együttesét 1921-ben alapították, nemrég volt tehát 100 éves a klub, a legnagyobb sikerüket pedig az 1981-82-es idényben érték el, ekkor ugyanis bronzérmesek lettek a román élvonalban, és kijutottak Európába is, ahol az UEFA kupában mentek is egy kört, hiszen kiejtették az osztrák grácot, majd utána a Sarajevo ellen egy 4-4-es döntetlen és egy 4 0 vereség után végül búcsúztak. A Corvinul 1990-ben kezdett el elmenni a lejtőn, és ezzel egészen a negyed esett vissza. A 2020-as évek elején építették újra a klubot, amely aztán szépen fellépdelt egészen a román másodosztályig, ahogy rögtön fejtó helyen végzett az előző szezonban. És hogyha mindez nem lenne elég, akkor a Corvin megnyerte mellé a román kupát is, így másodosztályúként kvalifikált Európába, és a Paks elleni története harmadik európai kupa párharca. A Korvinónak azonban választania kellett, hogy a román élvonalban vagy a nemzetközi kupaporondon indul, és végül utóbbit választották, így idén is másodosztályban indul a klub, viszont ahogyan azért láttuk valahol, azért ez a csapat már lehet, hogy megvan egy román élvonalbeli szinten is. Az együttesből távozott az a Komán, aki a legeredményesebb játékosok volt az előző idényben, emellett érkezett a Brazil Roger, illetve a Holland Ubenik, akik így új légiósai az együttesnek, a legeredményesebb játékosuk pedig a jelenlegi keretből egy közép hátvéd Antonio Manolace, aki 7 gólt szerzett az előző szezonban. Viszont azért Adrian Busz nevét is megjegyezhetik Pakson, neki ugye Mester 3-as lőtt az odavágón. Az együttest 2021 óta irányítja Florian Maxim vezetőedző, aki ugye megnyerte a román kupát, többek között négy román élvonalbeli ellenfelet is kiejtve a Korvinullal, emellett felító helyen végzett az együttessel, feljutatta egészen a másodosztályba, és ugye a csapatot most pedig 4 0 előnyből várhatják az Európa Liga selejtezőjének visszavágóját, és további esetén a Rieka ellen folytathatják európai kupaszereplésüket, ami legalább így három pár harcot garantál. A román együttessel utoljára egyébként a Budapest honvéd találkozott a Paksot megelőzően, akkor két nullás döntetlen után a Krajová jutott tovább, azonban volt egy botrányos kimenetelés a mérkőzésnek, hiszen a román szurkolók megdobták a játékvezetőt füstgránáttal. A Krajová azonban tovább üthatott. nem volt ehhez egy szava sem az UEFA-nak, sőt még a Honvédre szabott ki büntetést, úgyhogy ilyen szempontból sajnos emlékezetesebb maradt a visszavágó még hogyha nagyon gólok nem is voltak, előtte pedig még az Újpest is találkozott Román együttessel, akkor a Sztáúja jutott tovább, és most is nagy valószínűséggel a Paks 4 0 hazai vereség után búcsúzni fog. Írjátok meg ti, mit vártok a visszavágótól. Ez lett volna tehát a Korvinul bemutatása, jövő héten pedig négy csapattal is jelentkezünk, hiszen ugye a Pax kiesése vagy továbbítása esetén is lesz ellenfele, és még további három magyar együttes csatlakozik a mezőnyhöz. Már a köszönöm a figyelmet, sziasztok!